Köszöntöm a kedves nézőket a kaliforniai Sun City-től Körmendig, Felső Zsolcától a délvidéki Temerinig. Néha elgondolom, vajon ha 1956-ban győz a forradalom és a szabadságharc, két esztendő után a győztesek még mindig azon vitáztak volna, hogy a jogállamiság és a demokrácia jegyében az akasztások szerzői, utasítói, sürgetői a bűnösek, avagy az ítélet végrehajtó hóhér és segéde, és a sírásó és segéde. Mert hát az akkori ítéleteket mégiscsak az akkori törvényeknek megfelelően hozták. És aki ma hős, és szobrot állítanak neki, és megkoszorúzzák kövér krokodilkönyv potyogások közepette, az a sztalini, rákosi, kádári törvények szerint bűnös volt. Most nem is arra gondolok, hogy a tömeges akasztásokat sürgetők, a vérbírókat lanyhaságuk miatt elmarasztalók közül itt él köztünk olyan, aki már is hosszabb evilági életet tudhat magáénak, kiemelt nyugdíjjal, mint 5-56-os mártír együttvéve, mint Tóth Ilona, Mansfeld Péter és a többiek. Inkább ezt a színjátékot gyűlölöm, amely inkább lejáratja 56 és a kommunizmus áldozatait. És ha már a kommunizmus áldozatairól emlékeztünk meg, anélkül, hogy visszasírnók az antivilágot, nyugodt lelkiismerettel bevezethetnők a kapitalizmus áldozatainak napját is. Mert ugye a gengszterváltozás, a kádári és az azt követő privatizálás során bizony sokan pusztultak bele a demokráciába és a kapitalizmusba. A magyar vállalatok bezárásába, az elbocsátásokba, az eladósodásba, a kilakoltatásba. Csak hát ugye kit érdekel, ha a Hajdubét és más ügyletek miatt sorra akasztják fel magukat a károsultak, vagy a devizahitel miatt kiugranak az ablakon a szerencsétlen eladósodottak, kilakoltatottak a végrehajtó elől. Ma tankok és akasztófák helyett a kilátástalan, reménytelen helyzetbe került, mert reménytelen helyzetbe sodort magyar emberek saját magukon hajtják végre a rendszeri ítéletét. A saját költségükön. Még kötélre, bitóra sem kell költeni az államnak. 1956-ban és azután százezrek menekültek nyugatabbra szebb jövő reményében. És most nem kellenek tankok, elegendőek a bankok, hogy külföldre kergessék a magyarságot cselédnek, szolgának, csicskásnak. De legalább létbiztonságban és méltó fizetésből méltó emberi életet élő vendégmunkásnak. Ausztria keleti részén, az ENSZ folyón innen már egy új Magyarország kezd kialakulni. Különösen a magyar-osztrák határ, osztrák oldalán, Bécstől, Bécsújhelyen, Kismartonon át, Grácig. Egykor elődeinket a besenyők Levédiából a Kárpátokon túlra űzték a Kárpát-medencébe. Hát most a mi örökös házi besenyőink űznek minket tovább, az Alpokba, az Alpokon túlra. De inkább nem folytatom, mert még a besenyők megvádolnak anti-besenyizmussal, és le-anti-besenyisztáznak. Mi változott, kedves nézőim, 12 évszázad alatt? Ugyanolyan védtelen a magyarság. Levédi a helyet, levédi a hazárulókat, törvény és háttérhatalom. Épp ma hallom az egyik rádió kanálison a terrorházáról szólván az 56-os forradalomról és szabadságharcról, hogy nincs helye a bosszúállásnak. Miért? Az igazságszolgáltatás bosszúállás? Ha valaki öl, gyilkol, rabol, lop, és ezért bíróság elé állítják, akkor az bosszúállás? És Nürnberg? Hitler negyed annyi embert ölt meg, mint Stalin, és tized annyit, mint Mao. Jó, értjük. Stalin a liberális demokráciák, a nyugati kapitalizmus szövetségese volt, ezért neki megbocsátható némi tömeggyilkosság. És Mao-nak is némi népirtás. Elvégre ma a kínai kommunizmus, a kapitalizmus és Amerika életben tartója, legfőbb hitelezője, szövetségese. De elég ez? Emlékszem, a 80-as évek végén a gengszterváltozás hajnalán divatos kifejezése volt az akkori úgynevezett jobboldalnak a harmadik út. Vagyis se nem szocializmus, se nem kapitalizmus, se keleti, se nyugati uralom, magyar út. Miért ne? Elvégre ne csak kettő közül kelljen már örökké választani, mint Amerikában. De aztán gyorsan lekerült napirendről a harmadik út. Második út lett belőle. Gazdát cserélt az ország. Ennyi történt.
A szocialisták átpasszolták a kapitalistáknak, a kommunisták eladták az imperialistáknak. Képmutató népi demokrácia helyett jött a jó képet vágó liberális demokrácia, minden métejével és mocskával. És történt más is. Már Kádár máig tartó csontritkulása idején elkezdődött az ország kiárusítása. A gengszerváltás előtt sok évvel beléptetett minket a Nemzetközi Valuta Alapba. Aztán elkezdték az ország vagyonának kiárusítását. Mi a nyugatnak, és a nyugati cégeknek, multiknak, vállalatoknak, kereskedőknek, bankoknak csak mint felvásárló piac kellettünk az ő áruik számára. Sikeres, világhírű, versenyképes gazdasági ágazatainkat ezért lerombolták, persze úgy, hogy látszólag megvették a privatizálás során, de csak hogy felszámolják a konkurenciát. A tartalékaiból vásárolta az ország az idegen árut. Aztán elfogyott a tartalék, már csak hitelből juthatott hozzá. Most pedig se gazdaságunk, se tartalékunk, se hitelünk, se vagyonunk. Csak adósság. Második út, a harmadik helyet. De hát, ha egy nép nem mozdul, ha hagyja kiforgatni magát vagyonából, ha nem gondolkodik. Játsszuk újra el, hogy semmiről sem tudunk, énekelte szegény Cseh Tamás. Ma nem ugyanez van. 20-valahány évvel a gengszterváltozás után. Kiválóan működik a tandem. Mi úgy teszünk, mintha az ország érdekeit védenénk, ti tegyetek úgy, mintha ezért bántanátok bennünket. Cinkosan összekacsintunk, mert hiszen mi a nemzet érdekeit védjük, látszólag, és közben semmi nem változik. A nép pedig nyel, és folyamatosan romlik a helyzete. Bár papíron javul, mert hiszen mi a nemzet érdekeit védjük. És közben fizetünk, törlesztünk, szolgáljuk tönkretevőinket, és nem bántjuk itthoni kiszolgálóikat. Elvégre mi is kiszolgálunk. Ha ez az egész csupán kész átverési só, porhintés, színjáték, nagyon rossz vége lesz. Ma már látjuk, kedves nézőim, mivé züllött a demokrácia, a kapitalizmus. Hiénák harca a kőolaj és földgáz forrásokért, miközben nincs már kereslet-kínálat elve. Fölborították az amerikai háborúkat és a hiányt adósságot fedező fedezetlen dollárfesznikkel, amelyek elértéktelenítik a világ teljesítményét. Viszont a robbanásig fönntartják az USA egyeduralmát és magas életszínvonalát. Ez a pénzügyi rendszer zsákutcában topzódik, mert már teljesen mindegy, ki mennyit fizet, mennyivel tartozik, és Amerikának nem kerül a pénzébe a háború, mert ha az újabb háborús cél megfelel a Fedet, a szövetségi jegybankot birtokoló néhány családnak, akikről ugye mondanom sem kell, hogy nem arabok, nem perzsák, nem afgánok, nem is kínaiak, nos, amennyiben a háborús célpont megfelel nekik, hát kinyomtatnak még annyi dollárt. Papír van elég, nyomda festéket tűrő. Mennyi kell Irán ellen? 3000 milliárd? Szombatra leszállítjuk, de legkésőbb vasárnapra. Akkor fel, támadunk. És hát ma már a háború nem ember kérdése. A sok munkanélküli, nyomorba taszított, kilakoltatásra váró, eladósodott örülhet, ha beveszik zsoldosnak jó pénzért, és mehet gyilkolni népeket, amelyek hozzá hasonlóan ellenzik ezt az aljas világrendet, ezt az igazságtalanságot. Népeket gyilkolunk, amelyek nem akarnak idegen uralmat, szokásokat. Második utat. Ám ezen közben az értéktelen, fedezetlen dollár ellepi a világot, leértékeli a világ teljesítményét. Inflálódik minden. Mert hiszen a kőolaj és a földgáz árát is amerikai dollárban tartják nyilván. E dollár mögött pedig nincs munka, nincs teljesítmény, nincs értékteremtés, munkahely, csak rombolás, értékpusztítás. Az amerikaiak jól kitalálták ezt, hogy húzhatják még el egy darabig a világuralmukat. Ők nyomhatnak értéktelen pénzt, mi értékes pénzt sem. Ők úgy jutnak hitelhez, hogy kinyomtatnak még pár ezer milliárd dollárt maguknak. Mi csak tőlük vehetünk föl hitelt, mi csak külföldi befektetőknek kötelezően fölkínálandó állampapírokkal fedezhetjük hiányunkat, adósságunkat, nagy beruházásainkat, országos fejlesztéseinket. És ezekre az állampapírokra uzsora kamatot kell fizetnünk.
holott saját pénzzel is megtehetnők ugyanezt, és akkor nem kellene függenünk, uzsorakamatot fizetnünk. No de hát éppen ez a cél, hogy folytonos függésben tartsanak bennünket, és fizessünk. Ezért fosztottak meg minket saját pénzünk értékfedezetétől és saját nemzeti bankunktól. Ezért törögnek, antiszemitáznak, cigányüldözőznek, náciznak, ha csak egy kicsit is vissza akarnók szerezni önállóságunkból. Kezükben a világ uralkodó médiája, kezükben az Európai Unió, az ENSZ, a NATO, és hát persze a valuta alap is. Hát persze, hogy azonnal beindul a kórus, a minket lejárató kampány. Hát persze, hogy jön az antiszemitázás, a nyilasozás, meg gyöngyöspata, meg a gárdázás, stb. Bőséges a kelléktár. Semmitől nem riadnak vissza, ha valaki ellenkezni merészel. No de hát, kedves nézőim, mi magunk csatlakoztunk ehhez a rendszerhez. Tankok és déli hadsereg csoportok nélkül. Mi magunk mondtunk le önállóságunkról, függetlenségünkről. Mi magunk léptünk be az EU-ba és a NATO-ba. És bizony mi saját magunk adtuk föl pénzünk és nemzeti bankunk szabadságát. Akkor pedig miért csodálkozunk? Miért játsszuk a ma született bárányt? Miért várjuk el, hogy ebben a globalista kuplerájban mások őrizzék meg a mi ártatlanságunkat, ha egyszer mi magunk mondtunk le arról? Pedig hát ugye a demokráciát nem amerikai tankok hozták be a Kárpát-medencébe, és a kapitalizmus sem amerikai hadosztályok. Szépen bekúszott az magától, kihasználva egy nép gyávaságát, haszonlesését, és azt, hogy mindig elvárja, kezdje más. Kivárva otthon, lapítva a tévé előtt, hogy neki megfelelően alakuljanak a dolgok. Mármint anyagilag. Ha nem, akkor pedig a hibás mindig más. Pártok, kormány, rendszer, és a legvégén maga az Atya Úristen. De nehogy véletlenül magunkba mélyedjünk, és önmagunkban keressük a hibát. Isten, ments! Utat tévesztettünk, de volt a lehetőség a harmadik útra. Ha egy nép egységesen elszánja magát rá, ha egy nemzet összefog a függetlenségért, az önállóságért, és ezért még áldozni is hajlandó, miért ne térhettünk volna a harmadik útra? Persze, ha a szocializmusból és a szovjet megszállásból szabaduló kelet-európai népek összefognak, együttesen könnyebben ment volna. De ez már akkor is hiú ábránd volt. Mert Kelet-Európa a szovjet időkben sem volt egységes. Sok-sok ég verődött közénk az elmúlt évszázadokban, főleg kívülről. Például a pánszlávizmus, amely jó részt a magyarság kárára erősödött Prágától, Varsótól, Belgrádig, Zágrádig. Vagy az a tény, hogy a magyar földekből Antant segítséggel eltulajdonítók, Szlovákia, Szerbia, Románia, Ukrajna, persze, hogy magyar ellenes volt kezdettől. Elvégre a lopás miatti rossz lelkiismeret és félelem a visszaszolgáltatástól összekötötte őket. Aztán Csehszlovákia, Lengyelország, Jugoszlávia és a megdagadt Románia az Antantnak, az angol-francia-amerikai szövetségnek köszönhette államiságát, létét, földjeit. Két világháború után is. Még a Szovjetunió romjain kialakuló Oroszország is végső soron Antant szövetséges volt, teheráni, jaltai cinkos. Mi viszont mindig ellenség maradunk, és ellenség vagyunk ma is a nyugat szemében. Éppen ezért semmilyen euróatlanti és visegrádi és más látszatösszefogás nem felettethette. Kelet-Európa nagyobb része visszajutott oda, ahova tartozott, és amely kreálta, az euróatlanti, antanti érdekövezetbe. Magyarország viszont megint ellenséges táborba került. Azok közé, akik két világháborúban is kifosztották, tönkretették, széthasították, majd 56-ban cserben hagyták hazánkat és nemzetünket, ugye. És ami számunkra még tetézi a bajt, időközben hagyományos történelmi szövetségesünk, amely miatt is kellett szenvednünk, Németország, szintén Antant állammá vált, barátból ellenségé. Pedig Németország, Európa legerősebb állama, de sokat is tehetne értünk, ha akarna, ha hálás volna. Mentségükre szóljon, nem ők, németek irányítják saját országukat.
Biztosan ezért nagy kedvence Németország a pénzügyi háttérhatalomnak, a világot valójában irányító világkormánynak. Kérdés persze, vajon meddig szelídíthető, háziasítható, liberálható a német? Már most gazdasági uralkodó Németország Európában. Politikai uralkodó az EU-ban, és főleg az euróövezetben. Ezt pedig a katonai uralom követi majd. És ha a németek egy nap rádöbbennek, ölükbe hullott Európa. Megfordított 1920-as évek kabaréval és német Európa uralommal, jóléttel, világháború nélkül, véráldozat nélkül. Miközben a hagyományos angol-francia-orosz Európa német tulajdonba kerül. Olyan biztos, hogy Königsberg, Kant városa mindig orosz marad, a Szudétavidék pedig cseh, Danzig pedig lengyel. Ma már persze nem német hadosztályok foglalják vissza, hanem német üzletemberek hadai vásárolják vissza háborúban elveszített földjeiket. Mert Németország ugye általában elveszíti a háborúit, de mindig megnyeri a békét. Ellenben Anglia, Franciaország, Oroszország, csak hogy ehhez Németországnak le kell tépnie a liberális háttérhatalmi zablát. Jól csinálják, nem sietnek, színlelnek boldog USA barátot, hűséges liberális szeretőt. Egy ágyban az ellenséggel. A német persze überel még itt is. Ellenséget is, barátot is. Főként az alatta fekvőket. Deutschland, Deutschland, über alles. Szóval, kedves nézőim, Európa átalakulóban, ahogy a világ is. A kőolajfüggés és a kőolajszerzés, a hajsza az édesvíz és a termőföld után, a túlnépesedés és a keleti, déli népeknek a kihaló nyugatra vándorlása, Kína növekvő árnya és az USA, Nagy-Britannia, Oroszország, Franciaország lassú elhalása átrendezi földrészünk erővonalait. De hol lesz a mi helyünk az új világrendben és európai rendben? Elsüllyedünk az eddig nekünk csak kárt okozó euróatlanti, euróantanti lágerrel, avagy rálelünk végre a ma bizonyos harmadik útra. Annak idején sokat beszélgettünk a nemzetünk előtt álló kihívásokról Hornyik Miklós barátommal. Ma búcsúztattuk őt a budai Batthyány téri Szent Anna templomban, amelyet hamvainak végső nyughelyéül választott. Én most itt a világpanorámában Juhász Gyula egyik megrendítően gyönyörű és szomorú Trianon után 1923-ban kelt költeményével szeretnék elbúcsúzni Hornyik Miklós, magyar gondolkodó, író és tanító barátomtól, aki annyiszor megtisztelte kiváló értékes gondolataival műsoromat és az Echo televíziót. Juhász Gyula, testamentum. Szeretnék néha visszajönni még, ha innen majd a föld alá megyek. Feledni nem könnyű a föld ízét, a csillagot fönn és a felleget. Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk, könnyek vizét és a Tisza vizét, költők dalát és esték bánatát. Szeretnék néha visszajönni még. Ó, én senkit se háborítanék, szerint kísértet volnék én nagyon. Csak megnézném, hogy kék-e még az ég, és van-e még magyar dal Váradon. Csak meghallgatnám, sír-e a szegény, világárváját sorsa veri-e még. Van-e még könny a ne felejts szemén. Szeretnék néha visszajönni még. És nézni Fájón, Léván, Szigeten, Szakolcán és Makón, a hold alatt, Véhárs alatt, az ifjú szerelem még mindig boldog-e és balgatag. És nézni, édesanyja alszik-e, s álmában megcsókolni a szívét, s érezni, most is rám gondol szíve. Szeretnék néha visszajönni még. Köszönöm.
én iszalapjaiban, mindig ifjam, sose vélem, mint egy Árpád-házi király, magyar jövőszi. Kedves Miklós, kísérje a mi Istenünknek áldása utadat. Nyugodjon békében lelked, bár én tudom, hogy szelíd, bölcs mosollyal az örökké valóságban is nyughatatlanul küzdesz majd hazádért, nemzetedért, szeretteidért. Kedves nézőim, köszönöm megtisztelő figyelmüket Pécsejtől a floridai West Palm Beachig, Csíkszeredától hosszú hetényig. Pénteken este 9:30-kor itt az Echo Televízió márciusi első világpanorámájában világunk zűrös ügyeiről beszélünk. Várom Önöket, viszontlátásra!